Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió életmód magazinját látják. Új izgalmas egészségügyi képzések indulnak Sopronban, erről is hallhatnak, ha velünk tartanak, és akkor még maradunk egy kicsikét a Soproni Gyógyközpontnál, ahol szűrésekről is szót ejtünk, és egy olyan mozgásformát, edzésformát is az önök figyelmébe ajánlunk, amely tulajdonképpen korosztályhoz nem kötött, és ráadásul egyre népszerűbb, hogy miről van szó, ez kiderül, hogyha velünk tartanak. Ingyenes egészségügyi képzések indulnak Sopronban szeptember elejétől a Soproni Gyógyközpont és a Soproni Szakképzőcentrum összefogásából. Hogy miről is van szó, kiknek ajánlható és milyen szakokról, ez kiderül Berecniki összeállításából. Egészségügyi asszisztens, gyakorló ápoló és ápoló képzések indulnak 2016. szeptemberétől Sopronban. A Soproni Szakképzési Centrum és a Soproni Gyógyközpont együttműködésének eredményeként induló kurzusok szakmai és elméleti hátterét az oktatókórház, intézményi hátterét pedig a Szakképzési Centrum biztosítja. Az ápoló és az egészségügyi asszisztens két éves képzések, a ráépüléses ápoló képzés, ami a gyakorló ápolónak egy magasabb szintű elvégzését jelenti, egy éves, ezek esti tagozaton fognak folyni felnőtt oktatás keretében. A jelentkezők tanulói jogviszonnyal fognak rendelkezni, diákigazolványt fognak kapni, és esti tagozatként az időbeosztás az heti 16-17 órát fognak teljesíteni. Az időbeosztásban alkalmazkodunk az intézmények munkarendjéhez és a bent lévő jelentkezők kívánságaihoz. Itt a délutáni képzések, de a szombat délőtti képzés is elképzelhető. Itt mi úgy gondolom kiszolgáljuk mind a társintézmények, mind a hallgatóknak az igényeit. Az elméleti tanórákat a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor szakképzőiskolájában, a gyakorlati képzéseket pedig a kórház belgyógyászati, sebészeti, kisklinikumi, sürgősségi és rehabilitációs medicinát folytató osztályain tartják majd az oktatók. A képzésre való jelentkezés feltétele az asszisztensi, illetve a gyakorló ápolói szakon mindössze az érettségének a megléte. Az érettségivel rendelkezők már bejelentkezhetnek, itt más egyéb, illetve egészségügyi alkalmasság kell hozzá. Az alaptantárgyak, ugye 6 alapmodul van, ebből 2 ilyen általános, amelyet valamennyi szakképzési helyen tanítanak, a többiek pedig speciálisan ilyenek, hogy egészségügyi alapismeret, klinikumi ismeretek, ápolástani ismeretek, összesen 6 modul van, mindegyikből egy záró vizsga lesz, vagy hát egy zárójeggyel kell értékelni, mielőtt a végső megmérettetésre, a szakmai vizsgára jelentkeznénk, és ehhez kapcsolódóan vannak gyakorlatok, amelyek először rendelőintézetekben, bölcsödében, szociális intézményekben, majd végül, ahogy haladunk előre a tantárgyakban, hogy klinikai osztályokon fog majd történni. Az ápolószakon ott kimondottan már csak úgy klinikai tantárgyakat, tehát belgyógyászat, intenzív terápiai és így tovább tanulunk, és akkor ehhez a megfelelő szükséges gyakorlatokat, gépek működésének az elsajátítását, stb. Tanulják meg. Firtl Mátyás, Sopron és térsége országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón hangsúlyozta. A két intézmény törekvései összhangban állnak a kormány életpályamodell elképzelésével, hiszen a most induló soproni hiánypótló képzések hosszú távon is biztosítják a szakmai előmenetel lehetőségét és a szakdolgozók megbecsülését. Az Erzsébet kórház főigazgatója, a szakképzési központ főigazgatója a lehető leggyorsabban tudott arra reagálni, hogy itt elindítsák azt a fajta ápoló képzést, ami egymásra épült módon asszisztens, gyakorló ápoló és ápoló képzés, ami szintén illeszkedik a kormányzati elvárásokhoz, hiszen az életpálya modellben rendesen beilleszthető, és ezáltal, ha ezeket a szakképzéseket megszerzik, garantáltan bizonyos módon nagyobb béremelésbe tudnak részesülni. A jelentkezési lapok letölthetők a Soproni Szakképzési Centrum honlapjáról, illetve személyesen is kérhetők a centrumban, valamint a Handler Nándor szakképzőiskolában. A jelentkezéseket augusztus 31-jéig lehet leadni. Maradjunk továbbra is a Soproni Gyógyközpontnál. Szűrésekről lesz szó, erről beszéltem a legelején. Köszöntöm a stúdióban dr. Hoffer Krisztinát, a Röntgen és Izotóp Diagnosztikai Osztály megbízott osztályvezető főorvosát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Mindjárt az elején kíváncsi lennék arra, hogy az osztály országos szinten is elismert, sőt, nemzetközi hírnévre is szert tett. Minek köszönhető mindez? Köszönhető ez részben egy jó vezetésnek, és egy rendkívül nyitott, az újításokra nyitott, szorgalmas orvosi és szakdolgozói gárdának.
Ugye osztályunk, ha valaki forgatta a kórháznak az évkönyveit, akkor azt tudhatja, hogy 1927-ben alakult Zergényi Tibor főorvos vezetésével, őt Eper Tivadar főorvos úr követte, de az igazi fejlődés Baranyai Tibor professzor úr 1985-ös belépésével kezdődött. Ő a Debreceni klinikáról került osztályunkra, majd alig telt el 5 év, és a kórháznak az igazgatója is lett egy személyben, de ő mindig elsődleges feladatának tartotta a röntgenosztály fejlesztését és fejlődését. Néhány fontos momentum ebben a fejlődésben. Ugye 85-ben érkezik Sopronba, 86-ban már megérkezik az első új ultrahang készülék az osztályra. 93-ban nálunk telepítik elsőként a spirál CT-t az osztályra. Ilyen még a klinikákon sem volt akkor. Akkor már én is dolgoztam, és emlékszem, hogy a pécsi klinikáról például kollégák jöttek, hogy tőlünk tanulhassák ezt az új modalitást. Alig telik el 10 év, és ezt a spirál CT-t egy nagyon modern, akkor nagyon modern, majd később 16 szeletes Siemens CT-re cserélik le, illetve kapunk egy másfél teszlás MR készüléket is, így gyakorlatilag osztályunk az ország egyik legmodernebb osztályává vált abban az időben. A tavalyi évben pedig EU-s pályázatoknak köszönhetően új ultrahang készülékekkel gazdagodtunk, illetve egy rendkívül modern 160 szeletes Toshiba CT-vel és egy csúcs technológiát képviselő másfél teszlás Philips MR-rel gazdagodott az osztályunk. De professzor úr nem csak a gépparknak a fejlesztését tekintette fő feladatának, hanem a humán erőforrás képzését is, így mi orvosok és a szakdolgozók is számos haza, illetve külföldi kongresszuson vehettünk részt, ahol a tudásunkat fejleszthettük, illetve voltak olyan eljárások, amiket a szakma elismert képviselőitől itthon tanulhattunk meg, illetve honosíthattunk meg a kórházba. Gondolok itt például a szívemer vizsgálatokra, illetve például az érfestésre, annak a diagnosztikus, illetve a terápiás részére is. Most éppen az egyik fiatal rezidens kollégánk áll ilyen képzés alatt. Mi a szerepe a radiológiai eljárásoknak a gyógyításban? Modern orvoslás, illetve hatékony gyógyítás gyakorlatilag radiológia nélkül ma már elképzelhetetlen. Nem tudok olyan klinikai szakmát említeni, ami ne támaszkodna a radiológiai diagnosztikára. Nagyon fontos, hogy jó legyen a kommunikáció ugye a társszakmákkal. Egy beteg, ha felkeres egy klinikust, ugye a klinikus kolléga részletesen kikérdezi a panaszairól, alaposan megvizsgálja, és ezután eldönti, hogy milyen vizsgálatra küldi el a beteget, és ezek között vannak a képalkotó módszerek is, az ultrahang CT-MR vizsgálat, ami a klinikus gyanúját vagy megerősíti, vagy kizárja, vagy esetleg a gondolkodást egész más irányba vezetheti. És így eljuthatunk a pontos diagnózishoz, ami után aztán a beteg kezelése megkezdődhet. Milyen szűrések folynak az osztályon? Az osztályon tulajdonképpen egyetlen szűrés folyik, ez a mammográfiás, az emlőrák szűrés. 2002 óta a népegészségügyi programnak a része az emlőrák szűrés, és azóta végezzük ezeket a vizsgálatokat. Ez tulajdonképpen már a második másodlagos prevenció része, ugyanis itt nem arról van szó, hogy megelőzzük a betegséget, hanem a betegséget korai kezdeti stádiumban kimutatjuk, amikor még hatékonyan jól gyógyítható a betegség. Az ANTS-től kapott lista alapján a 45-65 éves korú nőket szólítjuk meg. 2 évenként meghívó levelet kapnak, amiben olvashatják, hogy mikor, hol kell megjelenniük. Természetesen az időpont módosítható telefonon, illetve személyesen. A másik, ami tulajdonképpen nem a szűrőprogram része, ez az oszteoporózis szűrés, amit tulajdonképpen fakultatív szűrésként végzünk. Ez alatt azt értem, hogy azok a nőbetegek, akik megjelennek a nőgyógyászati klimax szakrendelésen, azok minden esetben eljutnak erre az oszteoporózis csontritkulás vizsgálatra, illetve azok, akik reumatológushoz, ortopédushoz, traumatológushoz fordulnak, és gyakoriak a töréseik, önálluk is megkérik ezt a vizsgálatot gyakorlatilag minden esetben. A CT készülékkel milyen vizsgálatokat érdemes végezni, mely vizsgálatokat végzik? CT-vel gyakorlatilag a teljes test vizsgálható, és ezek a modern készülékek már rendkívül gyors képalkotásra adnak lehetőséget. Leggyakrabban vizsgáljuk a koponyát, vizsgáljuk a mellkasi hasi régiót, végzünk CT-vel angiográfiás vizsgálatokat, tehát itt vizsgáljuk, keresünk érszűkületet, vagy éppen értágulatot,
illetve egy-két speciális vizsgálatot is végzünk a kórházba. Ezek között elsőként említeném a szív CT vizsgálatát, amikor is a koszorúereket tudjuk nagyon pontosan jó képminőséggel vizsgálni. Illetve lehetőségünk van szintén az új készülékkel arra például, hogy megmondjuk, hogy a vesekő milyen összetételű. Ez rendkívül fontos a terápiás szempontból. Azon kívül új módszer a CT kolonográfia, vagyis a vastagbelet is tudjuk már a CT készülékkel vizsgálni. De egy politraumatizált betegnél ugye gyakorlatilag szinte végig szeleteljük a teljes testet, így meg tudjuk mondani, hogy sérült-e a koponya, milyen mértékben sérült-e a gerinc, vagy bordatörés következtében esetleg traumás légmell alakult ki, vagy hasi zsigeri szerv sérült, ami sebészeti beavatkozást tesz szükségessé. És akkor mire használják az MR készüléket? Az MR készülék, az tulajdonképpen az MR-t arra találták ki, hogy a lágy részeket tudjuk vele nagyon sokkal pontosabban, sokkal részletgazdagabban vizsgálni, mint a CT-vel, de a régiók, amiket vizsgálunk, az gyakorlatilag ugyanaz. A vizsgálatok zömét az agyi vizsgálatok, a gerincvizsgálatok teszik ki, ezen kívül vizsgáljuk a lágy részeket, illetve az ízületeket. A nagy ízületek közül leggyakrabban a vállat, a térdet, illetve a bokát tudjuk vizsgálni. De hasi vizsgálatokra is maximálisan alkalmas az eljárás. Akkor nyúlunk például májgócok esetében az MR vizsgálathoz, hogyha fiatal betegről van szó, és nem akarjuk a CT-be például sugárterhelésnek kitenni, vagy a CT nem tudta pontosan karakterizálni az adott gócot. De például sárgaság esetén is nagyon hasznos módszer az MR vizsgálat. Itt az úgynevezett MRCP vizsgálattal mondjuk meg, hogy a sárgaság oka például egy egyszerű epeuti kő, vagy ne adj Isten egy hasnyálmirigy tumor. Amiről nem beszéltünk még, az a szervezete ártalmatlan ultrahang vizsgálat. Ez mégis mikor érdemes ehhez fordulni? Az ultrahang az tulajdonképpen az első vizsgálati módszer, amihez érdemes nyúlni. Egyrészt ez a legkönnyebben elérhető, és valóban ártalmatlan a szervezetre, és ultrahanggal gyakorlatilag mindent tudunk vizsgálni. Leggyakrabban hasi vizsgálatokat végzünk, gyakoriak az érvizsgálatok, amikor vizsgáljuk a verőereket, illetve a viszereket, ezeket vizsgáljuk a nyakon, illetve a különböző végtagokon, de hasi ereket is nagyon jól. Természetesen alkattól függően nagyon jól lehet ultrahanggal vizsgálni. De babák esetében, akiknél még például a varratok nem csontosodtak el, agyi vizsgálatra is lehetőség van, és itt visszanyúlnék, mert tulajdonképpen van még egy szűrésünk, ez a baba szűrés. Minden Sopronba született újszülöttnek megvizsgáljuk a hasát, illetve az agyát és a csípőjét is szűrő jelleggel. Legvégén adódik a kérdés, mennyit kell ezekért a vizsgálatokért fizetni, illetőleg valaki hogy juthat el ezekre a vizsgálatokra, mi a menetrend, sorrend? A vizsgálatokért, akinek érvényes magyar egészségbiztosítása van, nem kell fizetni, a vizsgálatokat beutalóval, orvosi beutalóval lehet igénybe venni, vagyis tulajdonképpen mindig az az első lépés, ha valakinek panasza van, felkeresi a házi orvosát, vagy a panasznak megfelelő szakorvost, aki beutalja ezekre a vizsgálatokra. Most a speciális vizsgálatokat, CT-MR vizsgálatot, illetve a csontdenzitometriás vizsgálatot csak szakorvos kérheti. A szűrővizsgálatokra természetesen nem kell beutaló, de a betegek, idézőjebb betegek meghívóval érkeznek. Azt hiszem elmondtunk mindent a témával kapcsolatban, ami érdekes lehet. Én nagyon szépen köszönöm a sok-sok információt. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Egészségügyi szűrések után maradjunk továbbra az egészséges életmód témájánál. Méghozzá ígértem, hogy egy olyan edzésformáról lesz szó, amely hihetetlen gyorsan népszerűvé vált hazánkban, így Sopronban is. Nagyon sok lelkes híve van, nem véletlenül, mert hogy ezek a követők nagyon gyorsan, látványosan változnak, és hát sokkal jobban érzik magukat a bőrükben. A crossfitről van szó, Szála Renáta kolléganőm járt az egyik edzésem. Edzéshez melegítenek a soproni crossfit hívei. A bemelegítő gyakorlatok fontosak, hiszen egy megterhelő edzés elé néznek a sportolók. Az edzéshez szükséges összes kellék előkészítése után kezdődhet az aktív munka.
A CrossFit az egy magas intenzitású, állandóan változó, funkcionális gyakorlatokra épülő edzésmódszer. Sikeressét abban lehet, hogy rövid időn belül látványos változást érhet el az ember, mind fizikumilag, mind állóképességileg. Minden edzés változik, tehát például a mai edzés során minden percbe kell teljesíteni az embereknek bizonyos mennyiségű feladatot, súlyt kell kijelölni, dobozra kell ugrani, medicinlabdát dobálni, négyetemű fekvőtámaszt csinálni, de holnapi nap folyamán pedig teljesen más edzéssel fogunk találkozni. Lehet, hogy csak saját testsúlyos gyakorlatok lesznek, lehet, hogy súlyemelés. Tehát nem tudnak felkészülni az emberek az adott feladatra. Mindig újként éri őket. A crossfittet művelői inkább filozófiának nevezik, mint egy sportágnak, ugyanis végzése közben nem csak az emberi test, de a lélek is komoly változásokon megy keresztül. Ezzel a mozgásformával nem csak fizikai kondíciónk válhat tökéletessé, de mentálisan is megedződhetünk. A crossfit koncentrációt, kitartást, tüzet és ugyanakkor lelki nyugalmat ad végzőjének. Ennek a mozgásformának az alapja, hogy az emberi test állandóan változó ingereknek legyen kitéve az edzés során. Direkt nem edzünk testrészekről, hogy biceps, triceps, hanem minden edzésen az egész test mozgásba kerül. Ebbe látjuk a sikerességét. De persze vannak alacsony intenzitású edzések is, amikor az erőre megyünk rá. Tehát tényleg folyamatosan változik, soha nem unalmas a konditerem ellentétben. Egy órás az edzések, mindig edző vezeti, tehát ha valaki hibásan dolgozik, oda megy javítani, mert eléggé sérülés veszélyes. Tehát otthon tapasztalatlanul nem ajánlott végezni. A crossfit olyan edzésforma, ami az egész testet átmozgatja a lábújtól kezdve egészen a nyakig. Különös hangsúlyt fektet a lábakra és a hátra, hisz ezek testünk legerősebb pontjai, ahol igazán lehet maximalizálni a terhelést. A crossfit leginkább abban tér el a testépítéstől, hogy nem napokra bontva történik az egyes testrészek edzése, hanem közvetlenül egymás után kapják a terhelést testünk különböző pontjai. Mindezek után köszöntöm a stúdióban Ódor Ferencet, aki tulajdonképpen a Kép Fitnessnek az egyik tulajdonosa, megalapítója, ha jól tudom. Így van, igen. Na hát azt hiszem, hogy figyelemfelkeltésnek nagyon érdekes volt az előző bejátszás. Picikét kíváncsi lennék arra, hogy a Kép Fitness mit is takar? A Kép Fitness alapjából először egy küzdősportteremként indult Mosonmagyaróváron. A Kép név az barlangot takar, tehát egy pincébe kezdtük az edzéseket, és ez később egy kétszintes edzőteremé vált ki, vittük tovább a nevet, tehát nem akartuk megváltoztatni, és ezzel a névvel jöttünk át Sopronba is, illetve Győrbe. És hát hihetetlenül népszerű lett ez a Kép Fitness. Itt Sopronban, ha jól tudom, akkor nemrégiben még változás is történt a helyszínen, mert hogy annyira nagy a forgalom. Nagy érdeklődés volt tekintettel, egy nagyobb terembe kellett áthelyeznünk a bázisunkat, közel 250 négyzetméteren várjuk a sportolni vágyókat, a legmodernebb eszközökkel, szakképzett edzőkkel. Mennyire fontos mindebben egyébként az edzők szerepe? Hiszen például itt Sopronban ugye az edzőt, Rokit, aki legalábbis jár az edzésekre, hát nagyon-nagyon kedveli. Hát mindenképpen fontos a szakképzett edző, mert eléggé veszélyesek a gyakorlatok, mozdulatok, úgyhogy ha nem szakképzett edző oktatja le az órán történő feladatokat, akkor könnyen meg is lehet bennük sérülni. Tehát az edző az figyel mindenkinek mondjuk a mozdulatára, elmondja, hogy mire figyeljen mindenki, stb. Hát igazából ez egy, mint egy személyedzés úgy működik az óra, tehát nem lehet csak bejönni az embernek saját magának edzeni, hanem minden óra csoportos, amit egy edző vezet, hogyha magas a létszám, akkor 2-3 edzővel dolgozunk együtt, tehát hogy mindenki megkapja a kellő figyelmet az órán. Mi a varázsa ennek a crossfitnek? Hiszen gyakorlatilag nagyon gyorsan népszerűvé vált. Hát tapasztalatunk szerint rövid időn belül látványos eredményeket lehet elérni. Egy közösséget alkot, ahol az emberek egymást motiválják, minden edzés egy úgynevezett verseny, mert egy fél táblára felírjuk az eredményeket, és motiváljuk ezzel a többieket, hogy ki milyen gyorsan, hatékonyan tudja megcsinálni a feladatokat. Na hát akkor én, mint kezdő, el sem mennék menni, mert hát akkor kilógnék onnan nagyon. Mit csinálhat egy kezdő? Hát a kezdőknek felépítjük az edzésmódszerét, tehát hogyha valaki súlyemelő feladatokat csinál, akkor először csak PVC vagy farúddal csinálja meg a gyakorlatokat. Ha nem tud valaki húzózkodni, kap hozzá gumikötelet, vagy ugrásból húzózkodik, tehát minden egyes órát a kezdők számára tudjuk könnyíteni, skálázni.
Tehát akkor a kezdőből így szép lassan azért lehet haladó. Hát persze, ez bárki elkezdheti, kortól, nemtől függetlenül. Nagyon érdekes ugye, hogy a K-Fitness az nagyon gyorsan felfedezte a crossfitben rejlő lehetőségeket, hiszen tényleg nem egy régi edzésformáról van szó. Mi az, amit ebben megláttatok, hogy miért ennyire hittetek abban, hogy népszerű lesz, már pedig tényleg nagyon népszerűvé is vált? Hát az első találkozásunk az 2009-ben történt Dániában, ott küzdősport edzésre jártam és elmentem egy crossfit edzésre, ami első látásra szerelem lett, mert a más edzésekhez képest folyamatosan változik, nem unalmas, nem is ütnöznek a feladatok, és egy óra edzéssel hatalmas eredményeket lehet elérni, míg mondjuk egy konditermi edzéssel az ember 2-3 órát ott tölt. Gyakorlatilag ugye, aki megnézi a K-fitnesseket, azért tényleg hihetetlen, akár aki már profi szinten csinálja, hihetetlen testfelépítést is el lehet, és erőt érni vele, hiszen versenyekre is járnak egyesek, ugye? Hát ez a, úgymond szálkás kinézet, egy mellékhatása a dolognak, tehát igazából a hétköznapi feladatokra készítjük fel az embereket, hogy aki dolgozik, helyes testtartása legyen, könnyebbé tegyük a napjaikat, hogyha valaki magasra jár fel, tehát panelba lakik, ne fáradjon el bevásárlásokhoz, de nyilván a mozgás miatt szálkás testalkat alakul ki, tehát mindenki számára pozitív visszhangot ad. Nagyon meglepő, hogy az órákon nagyon sok a nő. Pedig az ember azt gondolná, hogy azért egy ilyen jellegű sportág, ahol mondjuk súlyzó szerepel, kettlebell szerepel és mindenféle ilyen jellegű húzózkodás, hogy hát azt a nők nem igazán preferálják. De ezek szerint nem így van. Először mindenki óckodik tőle, tehát elkezdik meg a TRX-et, és akkor szép lassan látják, hogy a többiek hogyan dolgoznak crossfit-en, nem lesznek tőle nagy darabok, nem lesznek tőle túlizmosak, hanem formásak, szálkásak, pont amire igazából mindenki vágyik. Úgyhogy azért közkedvelt a hölgyek körében is. És az minek köszönhető, hogy mondjuk a hölgyek nem lesznek ilyen nagyon izmosak ettől, holott pedig mondjuk tényleg súlyzóval dolgoznak, nem egyszer számomra meglepő súlyokkal. Hát magas intenzitáson folyik az edzés, tehát úgymond kardió jellegű a dolog, és az, hogy nagy súlyokkal dolgoznak, az csak feszesíti az ember, tehát mindenféle táplálékkiegészítő nélkül is látványos eredményeket tudnak elérni. Apropó táplálékkiegészítő, azért amikor az ember lát egy kigyúrt srácot, akkor mindig azt gondolja, hogy biztos, hogy azért jó pár szert be kellett ehhez szednie, ami akár egészségkárosító hatású is. Ti hogy álltok ezekhez a különböző szerekhez? Mi az, amit szabad, és mi az, amit ti elutasítotok? Hát amikor valaki elkezdi az edzést, akkor inkább azt mondjuk, hogy a táplálkozásra figyeljen oda, hogyha jár egy fél évig, és tovább szeretne fejlődni, nem elég a normál étkezéssel való fehérjebevitele, akkor szoktunk ajánlani fehérjét hozzá, vagy aminósavakat, amik segítik a fejlődést és az izomépülést. De ezek természetes dolgok, tehát hát ilyen szteroid, stb. Tölti, elzárkoztok. Szteroidoktól abszolút elzárkózunk, ezek teljesen normális táplálékkiegészítők, teljes hófehérje, vagy tojásfehérje, kinek melyiket bírja a szervezete. És akkor ezek szerinti küzdősportból jutottatok el ide? Vagy igen, küzdősportoztunk, nem volt megfelelő hely hozzá, csak azzal foglalkoztunk, és rájöttünk arra, hogy igazából ez sokkal nagyobb bázist mozgat meg, egy baráti társaságot lehet kialakítani, ami még motiválóbb lesz az újonnan belépők számára, mert sokan a munkahelyen egyedül vannak, unatkoznak, lejönnek egy órára, ez csak az övék, barátok között van, úgyhogy így alakult át szépen. És az edzők is örömmel csinálják, gondolom, saját maguk. Hát ezt máshogy nem lehet csinálni. Mennyire fontos számotokra a különböző versenyek, megmérettetések? Vagy ez csak egy olyan kis kiegészítő? A mi fő profilunk az a hétköznapi emberekre épül, hogyha valaki szeretne versenyezni, azzal tudunk külön foglalkozni, fel tudjuk készíteni, de ez nem a csoportos órákon történik, hanem külön személyedzés formájában valósulhat meg. A crossfiten kívül milyen foglalkozásokkal várjátok az érdeklődőket? Van direkt olimpiai súlyemelés, ami csak súlyemelő gyakorlatokat tartalmaz, erőfejlesztés, gyorságfejlesztésre kiváló. Van TRX, ami úgymond egy bevezető nálunk a crossfithez. Ez egy felfüggesztéssel történik az edzés, de nem hagyományos módon, mint más termékben, ugyanúgy már beleveszük a kettlebellt, medicinlabdát, dobozrugdást, tehát tényleg egy alap a crossfit órához. Tehát aki szeretne mondjuk kezdőként crossfittel foglalkozni, lehet, hogy érdemes először egy TRX-et, hát igen, és egy-kétszer elmenni, és akkor... megfelelő mozgáskultúrát hoz, és utána nyugodtan tudjuk ajánlani neki a crossfittet. Korosztályilag hogy néznek ki az edzéseitek? 10 évestől 70 éves korig, tehát abszolút minden korosztálynak található. Ha valaki belép a terembe, akkor egy sportoló lesz belőle, teljesen mindegy, hogy ki honnan jött, mi a foglalkozása, mindenki egyforma.
Hát ti hányszor javasolt mondjuk egy átlagembernek ilyen jellegű edzés, mert ugye az se jó, ha túledzi magát valaki. Hát igazából ez egy abszolút teljesen felépített edzésrendszerről beszélünk, meg van programozva az órák összeállítása. Tehát, ha valaki heti ötször jön, akkor se lesz túledzett, mert vannak könnyű napok, nehéz napok, saját súlyos napok, súlyemelés, kettlebell, tehát abszolút variált, de ha valaki heti háromszor lejár, az már látványos eredményt hozhat számára. De valakinek felkeltettük a figyelmét, akkor mégis hol érdeklődhet, hogyha szeretne egy ilyen kis edzésbe belekóstolni? A Pozsony úton találhatnak meg minket, a Növényi Sportcentrumban, a földszinten. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi fért az Életmód magazinba. Tartsanak önök legközelebb is, viszontlátásra!